dicsőítés. Emeljük nagyjá az Úr Jézus Krisztus nevét ebben a gyülekezetben, ezt kívánom. A 203. énekünk első és második versével fogjuk ezt az együttétet megkezdeni. Kezdő fennálló énekünk ez. A 203. számú éneket keressük meg. Az első és második versét fogjuk énekelni. Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel a jászolhoz Betlehembe jöjjetek el. Így kezdődik a 203. énekünk. Imádkozzunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló és igaz Isten. Amen. Amen. Urunk Istenünk, nagyon hálás a mi szívünk azért, hogy ilyen szép számban összegyűlhettünk itt ma este. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy azon túl, hogy ünnepeljük a szeretetnek az ünnepét, a családnak az ünnepét, egy valami sokkal hatalmasabb dologról is megemlékezhetünk. Egy sokkal hatalmasabb dolgot is ünnepelhetünk. Mégpedig azt, hogy te egyszülött fiadat elküldted erre a világra. Hogy megszülethetett Jézus. Hogy értünk jött el erre a földre. Urunk, köszönjük neked azt, hogy erre emlékezhetünk.
És kérünk, hogy valóban azon túl, hogy minden csillog, villog, és ajándékokat adunk egymásnak, és mosolygunk szépen egymásra, hadd legyen valóságosan igaz az, hogy Jézus Krisztus megszületett. Nem csak akkor ott Betlehemben, 2000 évvel ezelőtt, hanem az, hogy most is szülessen meg a szívünkben. Újra és újra, naponként. Hadd válhasson a karácsony mindennapossá az életünkbe. Hogy ne csak ezen az egy napon, vagy ezen a pár napon szeressük egymást. Ne csak ezen a pár napon legyünk kedvesek egymáshoz, figyelmesek egymáshoz, hanem az évnek minden egyes napján. Attól, hogy ne feledjük el egyetlen pillanatra sem azt, hogy te mit tettél értünk. Hogy mit is jelent az, hogy te eljöttél erre a földre. Ott hagyva a mennyországnak minden gyönyörűségét, pompáját. Istenünk, köszönjük neked ezt. Kérünk, hogy áld meg ezt a ma esti alkalmunkat, együttlétünket. Kérünk, hogy csendesítsd el a mi szíveinket. Csendesíts le bennünket. És add, hogy egy kicsit meg tudjunk nyugodni. És megérthessük azt, amit te üzenni akarsz a mi számunkra ezen a mai estén. Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Jézus Krisztusért. Amen. Amen. Foglaljuk helyet, testvérek, és mutassuk Istenet, és őrjétségét. A 194. számú énekünkkel fogjuk folytatni. A 194. énekünket énekeljük. Így kezdődik az ének. Dicsőség, menj bele az Istennek.
Drága testvérek, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amely által szólni akar hozzánk ezen a mai estén. Úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében, a második rész 5. versétől a 11. versig. Hogy miképpen szól Istennek az igéje, felolvasom Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből, a második rész 5. versétől a 11. versig terjedőleg. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, a mennyeieké, a földieké és a föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Amen. Csak nagyon röviden mondok néhány dolgot el ma este, hogy Isten vezessen be bennünket a karácsonynak a lényegébe, amit aztán a gyülekezeti szolgálatok, a gyermekeinknek a szolgálata, a fiataloknak a szolgálata, az énekek, szavalatok fognak alátámasztani és megerősíteni. Nem tudom, hogy mennyire gondolkoztatok el azon, mielőtt elindultatok volna ide a templomba, hogy miről is szól ez az egész karácsony? Hogy mi is a lényege a karácsonynak? Ugye ilyenkor azért minden ember igyekszik a legjobb formáját hozni, nem? Megpróbálunk legalább egy napra, egy-két napra jók lenni, megpróbálunk szeretni, megpróbálunk figyelmeseknek lenni, odafigyelni a másikra. De elgondolkozunk-e azon legalább egy napig, legalább két napig, hogy mi is a karácsonynak a lényege, hogy miről szól a karácsony. És lehet, hogy rá tudjátok vágni sokan, az, hogy a karácsonynak a lényege az, hogy Isten eljött közénk. Hogy Isten elküldte az ő fiát közénk. De hogyha ebben a gondolatban egy kicsit tovább elickélünk, egy kicsit tovább megyünk, és megpróbáljuk kibontani ezt a gondolatot, hogy jó van, Isten eljött közénk, elküldte az ő szent fiát közénk. Igen ám, de miért küldte el? Akkor erre a kérdésre vajon milyen választ adsz? Tudod-e, hogy erre a kérdésre mi a válasz? Miért küldte el az Isten az ő egyszülött fiát? És lehet, hogy itt egy kicsit már elakadunk a válaszadásban, egy kicsit már elbizonytalanodunk, hogy mi is ennek az egésznek a lényege. Miért küldte el az Isten az ő fiát erre a földre? Miért volt erre szükség? És ugye tudjuk ezt a nagyon klasszikus igét a János evangéliumából, miszerint Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette. Miért? Azért, hogyha valaki hisz ő benne, az ne vesszen el. Ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Miért küldte el Isten az ő egyszülött fiát erre a földre? Azért küldte el az Isten az ő egyszülött fiát erre a földre, hogy neked életet adjon. Neked életet ajándékozzon. Hogy visszaszerezzen számodra valamit, ami elveszett, amit elveszítettél. Mert az, hogy mi élünk, és meg vagyunk, és jól vagyunk, az egy látszatállapot. Látszatállapot. Mert a valóság az, hogy Isten nélkül, az Isten kegyelme nélkül, az Isten bocsánata nélkül, az Isten szeretete nélkül mi nem élhetünk. Nincs életünk. És a karácsonyi üzenetnek a lényege az az, hogy
Jézus azért jött el erre a földre, hogy nekem és neked igazi életed lehessen. És hogyha ma tarthatnám az utolsó prédikációmat, és ezen az utolsó alkalom, amikor közöttetek beszélhetnék, ha azt mondanák, hogy ez az utolsó lehetőségem a prédikációra, mert ugye jön a világ vége, amit beharangoztak az elmúlt héten, és íme hogy maradt el. Ha tény volna az, hogy igen, utolsó prédikációmat mondhattam el közöttetek, és most azon gondolkoznám el, hogy mi lenne az a nagyon lényeges dolog, amit a szívetekre kellene bízzak. Hát az éppen ez az ige lenne, amit felolvastunk. Én ezt az igét szeretném a szívetekre helyezni. Hogyha utolsó prédikációmat tartanám, akkor ezt az igét szeretném a szívetekre helyezni, miszerint az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ha egy utolsó üzenetet kellene rátok bízzak, akkor ezt emelném ki, és ezt mondanám el, hogy ne feledd el, tudatosuljon benned, hogy mit tett, érted az Isten. Mert hogy az, ami alapvető gondunk, hogy nem gondoljuk át igazán komolyan azt, hogy mi is az Isten szeretetének a valósága, mi is az ő keresztények a szélesség és hosszúsága, magassága és mélysége, ahogy ezt Pál apostol megfogalmazza. Hogy mekkora áldozatot hozott érettünk az Isten. Belegondoltál ebbe? Belegondoltunk mi abban, hogy karácsonykor mekkora áldozatot hozott érettünk az Isten? Mert hogy azt olvasjuk az igében, hogy az isteni áldozat akkora volt, hogy az Isten, mert hogy Jézus maga az Isten, nem csak Istenhez hasonló, hanem Jézus maga az Isten, a legnagyobb ebben a világ mindenségben, ebben az univerzumban, ez a legnagyobb úgy döntött, és itt gondolj bele, hogy ez a hatalmas valóság, az Isten úgy döntött, hogy mi lesz belőle? Mi lesz belőle? Semmi lesz belőle. Azért, hogy én valami legyek. Na most ez a karácsonynak a lényege, hogy az Isten, a leghatalmasabb valóság úgy dönt, érted és értem, aki sokszor kényelmesen átadolunk a padban, és abszolút nem érdekel engem ez az egész. Nem érdekel a karácsony, nem érdekel az üzenete, nem érdekel a megváltás, nem érdekel az, hogy én bűnös vagyok, nem érdekel az, hogy én nekem életre van szüksége, és nem érdekel az, hogy Isten tesz valamit, értem? Na most értem, és érted. Az Isten úgy döntött, hogy semmivé lesz. Azért, hogy én valaki legyek. Vagyis az Isten lejön erre a földre, és vállalja semmivé válást érettünk, az mi életünket. És elkezdi Jézus Krisztus az anyamében, ugye? Egy kicsi embrióként. Tudjátok-e, hogy mekkora egy mondjuk 6-7-es embriónak a mérete? Tudjátok-e? A hölgyek lehet, hogy tudják, akik szültek már. Tudjátok, hogy mennyi egy 6-7-es embrió? Milyen mérete van? Egy 6-7-es embriónak egy olyan 4-5 milliméternyi mérete van. És Jézus Krisztus ezt az embrió létet is vállalja, és vállalta érettem. Csak hogy érzékeld azt, hogy mekkora áldozatot hozott érted az Isten. Hogy milyen kicsivé lesz az Isten, hogy az embert nagyjá tegye.
Hogy milyen kicsivé lesz az Isten, érted? Egy kicsi, apró, alig észrevehető, kiszolgáltatott embrióvá válik az Isten, vagyis semmivé lesz az Isten, hogy én valaki lehessek. És ez azért döbbenetes, mert hogy előtte Isten mi volt? Előtte Isten a leghatalmasabb valóság volt. Előtte Jézus a leghatalmasabb valóság volt. Te mi voltál, mielőtt embrió lettél volna? Mi voltál? Semmi. Semmi. Esetleg egy gondolat a szüleid fejében. Vagy még az sem, mert lehet, hogy véletlenül jöttél. Semmi voltál, mielőtt embrióvá váltál volna. Viszont az Isten a leghatalmasabb valóság volt, és úgy vállalta a semmivé létet azért, hogy te, aki ma itt ülsz ebben a padban, te valaki lehessél. Nos, aki ekkora áldozatot tud hozni valakiért, abban van szeretet. És ezt a szeretetet nem szoktuk felfogni, ezt a szeretetet nem szoktuk értékelni. Ezt a szeretetet tesszük semmivé, amikor mi karácsonykor beszélünk minden egyébről, szeretet ünnepéről, meg család ünnepéről, meg mi egymásról, meg ajándékozásról, meg karácsonyfáról, meg nagy lakomázásról. De nem beszélünk arról, hogy valaki úgy szeretett engem. Valaki úgy szeret engem. Így van, nézz most önmagadra. Mert itt személyesen neked szól az evangélium, hogy téged. Úgy szeretett, hogy semmivé lett. Kezdte embrióként, és aztán, amikor megszületett, akkor sem egyenesen ugye a palotába vitték, hogy na itt van az Isten, és emeljük őt nagyjá, hanem folytatta, hol folytatta? Hol folytatta? Egy szutykos, büdös, trágyaszagú istálóban. Ott folytatta. És ezt mind értettette. Most gondold el, hogy mekkora isteni szeretet ez. Szeretném, hogyha ezt az egy dolgot úgy átgondolnánk ma este, amikor a gyerekeinket hallgatjuk, amikor az ifjainkat hallgatjuk, amikor minden lényegében arról szól, hogy jöjjetek, mert itt van az Isten. Itt van közöttünk az Isten, jöjjetek mindannyian, mert értetek van itt az Isten. Hogy gondolnátok azt, hogy nem törődik veletek az Isten, hogy nem szeret benneteket az Isten? Hogyha ekkora áldozatot vállalt, érted, hogy eljött erre a földre, erre a szutykos, büdös földre, a te nyomorúságos életedért. És azt mondta, hogy inkább én leszek senki, csak azért, hogy te legyél valaki. Te meg tudnád tenni azt, hogy ekkora megalázást elvállalj valakiért? Tudsz annyira szeretni valakit, hogy ennyire megalázd magadat? Tudsz ekkorát vállalni? Én azt hiszem, hogy egyikünkben sincs ekkora szeretet, mint amekkora szeretet az Istenben van irántunk. És hogyha ez a szeretet nem indít meg bennünket, hogyha ez a szeretet nem fogja meg a szívünket, hogyha ez a szeretet nem gondolkodtat el bennünket ma, akkor hadd mondjam azt nagy szeretettel, drágáim, hogy nagy bajban vagyunk. Akkor nagyon nagy bajban vagyunk, hogyha nem érint meg bennünket az Istennek ez a szeretete, amely Jézus Krisztusban megmutatkozott irányunkban. Nekem az a kívánságom, hogy valóban úgy teljen el ez az ünnep, hogy egyre mélyebben felfogjuk, felismerjük, és átérezzük azt, hogy mekkora szeretettel szeret bennünket az Isten. Hogy mennyi mindent tett és tesz folyamatosan életünk az Isten. Ha nem érzed, akkor legalább lásd meg, nyisd ki a szemed, és olvasd a Bibliát, és nézd meg a tényeket. Olvasd, és megmutatja neked a Szentírás, hogy bebizonyítja neked, hogy szeret téged az Isten. Hogy törődik veled az Isten.
hogy fontos vagy számára. Mert sokan mondják nekem, hogy hát én nem érzem meg, hát nem hiszem el, meg nem látom, meg hiszem, ha látom, meg ilyesmi. Itt van, le van írva. Évezredek óta mondjuk, vagy mondják, én még nem mondom egy évezredet, de két évezreden mondják ezt az evangéliumot, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy ő a leghatalmasabb eljött, és semmivé lett azért, hogy én valaki legyek. Szeretném, hogyha mai estén minden erről a szeretetről szólna. És hogyha ezt a szeretetet visszhangozná a ti szívetek is. Én nagyon örülök és nagyon hálás vagyok azért, hogy veletek ünnepelhetek. És valóban azért imádkoztunk a légátus testvéremmel is, hogy mindannyian itt, ebben a közösségben ma este találkozzatok az Istennek a szeretetével. És megkérem a fiatalokat, hogy jöjjenek és énekeljenek egy éneket. Az ének után egy szavalatot fogunk meghallgatni, és a szavalatot követően átadom a szót és a dolgok irányítását a fő karmesternek, aki ma este a feleségem, ugyanis ő készítette elő az ünnepi programot.
Serceg a parázs, életed rövid tűr, elmúlás. Siető léptek hallatszanak jégvirágos ablakom alatt, hova mennek oly kínos, gyorsan az emberek mind izgatottan. Tán haldoklónak visznek vígaszt, kivel egy sápatasszony víraszt, vagy árváknak visznek ruhákat, kik jéghideg szobákban fáznak, vagy örömhírt búsanyáknak, kik fiúkra hiába várnak. Nem. Ma karácsony van. Zord, hideg. Bezárultak az önző szívek. Minden mulató helyen tömött, emberek keresnek örömöt. Táncolnak és fennen vígadnak. Ma születnek víglakodalmak, bokhálókból álmokat szőnek, ma szeretnek, gyűlölnek, ölnek. Álmos cigányok muzsikálnak, szívekben kelnek szőrnyű vágyak. Táncolnak, isznak, dorbézolnak, kik reggel még templomban voltak. Halomra törnek az üvegek, nem baj, hogy Jézus megszületett. Hisz nem ez a fontos azoknak, kik e napon lénhán mulatnak. Így fest ez a modern karácsony, gyertyák égnek a fenyőfákon. Gyomor s érzelmek ünnepe ez, csalókőszín mindent elfedez. Amint nézem ez őrületet, mely sok szívet hatalmába vett, előttem feltűnik egy alak, ruhájáról fények bomlanak. Megismerem a drága mestert, s elébe hullok, mint egy gyermek. Uram, lásd, megvet ez a világ, utadra nem szorodik virág. Egyedül jársz havas tájakon, arcodra ült néma fájdalom. Tudom, hogy híveket keresel, de meddig elláthat szemeddel, csak zord, fagyos szíveket találsz, melyekben a hit csak talmimáz. Hozzád már pásztorok nem vágynak, szent jelek utat már nem írnak, eltűnt a hű vezérlő csillag, s a pusztákon vándorok sírnak. Öröm helye bennük kinterem, elveszett előlünk Betlehem, s napkeletről nem jönnek bölcsek, Heródesek életedre törnek. Uram, tudom, hogy fáj minden szó, a bűnökre nem hull fehér hó. Néked ma kedves minden lélek, a bűnösök, ha hozzád térnek, a szenvedők, ha hívogatnak, Zákeusok, ha befogadnak. Uram, ha nincsen számodra hely, hol ez orr időben áttelej,
Ha nincsen a világban jászol, mert a szív bűntől telve gyászol. Ha téged sehol nem fogadnak, s e térben otthon nélkül hagynak, fogadd el szívemet szállásnak. Ha a gazdagok ma megvetnek, lesz szívemben egy kis hely neked. Ha a mulatozók nem ismernek, s a házaikból téged kivernek, ha templomok be nem fogadnak, és követőid megtagadnak, szívemben mindig lesz hely neked, hogy te velem lakjál, én veled. Hogy fáradt fejedet lehajtsad, s tanítani megnyissad ajkad. Jézus, ma már ne is menj tovább, hisz bátyat mámoros a világ. A házakban fényszórok égnek, ajándéktól nem látnak téged. Maradj itt, töltsd velem az estét, könnyítsed a sorsom keresztjét. S ha álomra hajtom a fejem, ó Jézusom, te maradj velem. Mert nincs szükségem nékem másra, sem fényre, sem magasztalásra, sem mámorra, sem víg örömre, csak te legyél velem örökre. Legyen szívem számodra jászol, és ez lesz az igazi karácsony. Köszönjük szépen. Angyal énekzett, s mi sírtek tüket.
Köszönjük szépen, fiatal. Szóval igen. Tehát közben a gyerekeket kérem, hogy jöjjenek ki, jó? De ahogy megbeszéltük. Hát előjáróban csak annyit, hogy a lelkesedés az bizonyára nagyobb volt, mint majd az eredmény lesz. De nagy volt a lelkesedés, és tényleg nagy szeretettel készültünk, és a fő üzeneten kívül, amit hallottunk, hogy mi a lényeg a karácsonyban, és mi a legfontosabb, szeretnénk ezzel a kis műsorral is megörvendeztetni a kedves gyülekezetet, úgyhogy fogadják szeretettel. Hátrább. Vigyázzatok! Nem hadart, nem elég mert értem. Ragyog, te áldott égi fény, vezess egy éjjel át, amíg lelkünk megpihen, szemünk újra lát. Ragyog, mint egykor réges rég, ott Betlehem felett, áldva szülünknek, ma is adj karácsony ünnepet. Jézus, te áldott égi fény, utat mutass nekünk, amíg mi, fáradt vándorok, célhoz nem érkezünk. Hadd lássuk meg Isten fiát, ki értünk földre jött, elhagyva szent, dicső honát, a földre költözött. Fényen nem újjon soha, hadd legyünk boldogok, amíg tart a föld életünk, amíg szívünk dobog. Megváltott drága Krisztusunk, mi hozzánk légy közel, karácsony hajnalcsillaga, Uram Jézus, jövel! Hozzád pásztorok és bölcsek, meghódolni jöttek, s gyönyörködtek. Örvend a szív minden újszülöttnek. Kedves vagy te, ahogy anyád dajkál mosolyogva, mintha tested harmatos friss világszírom volna. Milliókig éj és nap csak a testét robotolnak, ma lélekben jászolodhoz elzarándokolnak. De én ennél messzebb látok, látom a keresztet, melyre értem áldozatként durván felszegeztek.
Látom a vért, mely a sötét bűn tisztára mossa, s látom a nagykövet az ásíról félredobva. Ünnepelj, de ne vesztegelj ott a jászó mellett, azt ismered meg, kiben minden ígéret betellett. Hitelt, reménységet, üdvösséget úgy hoz, ha eljutsz a kisdettől a győzelmes Krisztushoz. Sötét falán egy fénylő kép ragyog. A kisdel Jézus és a boldog pásztorok. Karácsony éjjelén. Karácsony éjjelén, még bánat sincs talán, a csüggedt föld felett testvérekké válnak a gonosz emberek. Karácsony éjjelén. Karácsony éjjelén, már nem titkos talán, előttünk az élet, Krisztus keze hint rám. Hites reménységet. Karácsony éjjelén.
ez az ünnep olyan szép, gyermek érkezett közénk, csupa jóság, szeretet, örüljetek gyerekek, ez az ünnep olyan szép, vízhangozza minden nép, égi angyalok szavát, mely száll a világon át. Ez az ünnep olyan szép, Istenünknek dicsőség, békesség az embernek, felnőttnek és gyereknek. Minden gyermek boldog karácsony ünnepén, a szép karácsonyfán lobog a gyertyafény. Szívünkben is fénylik öröm és szeretet, eljött az Úr Jézus, megváltó született. Tudok helyet adni. Nekünk az is jó lesz fejünk lehajtani. Isten félő ember kevésért is hálás. Ó, szeretet várjuk, annak kell a szállás. Gyertek. De alól csodás éneket angyalok kara. A mennyország ragyogott fényben odafent, anya, ölén kisfiú csöndösen pihent. Pásztor csapat útra kelt, éjjel rátalált, ebben a kis gyermekben a menny földre szállt. Angyalszót hallottuk, fényességet láttunk. Pásztorok vagyunk, és az útnak nekivágtunk. Ugye itt lakozik József és Mária, akinek ez éjszakán született kisfia. Hoztunk jó tehecskét, bárány meleg gyapját, hoztuk is Jézusnak szívünk hódolatát. Bye.
az eget vizsgálta, ott Krisztus ragyogó csillagját meglátta. Három keleti bölcs útra is kelt nyomban, míg meg nem találta Jézust a jászolban. Az a fényes csillag lelkünkben is ragyog, Jézust megtalálva leszünk csak boldogok. Messze földön vizsgáltuk mi a csillagoságet, megláttunk egy felragyogó, csodás csillagjelet. Amint haladt, mi is mentünk mindenütt utána, így érkeztünk Betlehem híres városába. Megírták a szemproféták Bibliában régen, itt születik, aki minket a gonosztól megvédjen. Nem jöttünk mi üres kézzel, kincseket is hoztunk, kicsi Jézus ünnepelni ide sorakoztunk. Hozzánk küldte őt az Isten mindjárónak atya, boldog is lett minden ember, ki őt befogadja. Karácsony estén szeretett van béke, jó volna így élni mindig egész évben. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek volt 13 gyereke. Miután a 13. is megszületett, nem sokára meghalt a felesége, és János mester egyedül maradt a 13 gyerekkel. Egy karácsony estén János mester későn ért haza a munkájáért szerzett kevés kis pénzecskéjével. A házmester néni beiglit sütött. Éreztem ma az illatát. Az emeleten a mogorva bácsi egy nagy fenyőfát cipelt. Ilyenkor nagyon sokat szalad. Gyerekek, az igazi karácsony nem a szaloncukor, és nem is a karácsonyfa miatt van, hanem azért... No de Erzsike, gyere és meséld el a testvéreinek a karácsony történetét. Nekem még be kell fejeznem egy pár cipőt, mert még másra jönnek érte. Jól van, gyertek hülyetek mind ide. De figyeljetek ám! Tudjátok, valamikor régen, 2000 évvel ezelőtt történt, hogy egy nagy hatalmú uralkodó, Augustus császár kiadta parancsát, hogy mindenki kötelez szülővárosába menni összeírásra. Így történt, hogy Máriának és Józsefnek Betlehembe kellett mennie. Amikor odaértek, bizony, már késő volt, és nagyon elfáradtak. József úgy gondolta, hogy valami vendégfogadó házban helyet keres, és ott töltik az éjszakát. De képzeljétek, már sehol nem volt hely. Ó, most mi lesz? Sóhajtozott József, hiszen Mária gyermeket vár, hol fog most megpihenni? Lassan hallottak tovább, és végül a város szélén egy istállóban találtak szállást. És tudjátok, mi történt? Megérkezett a kis vendég. Ott a istállóban megszületett Jézus a jászol szalmáján. Ez történt karácsony este. Bizony, a karácsony ezért ünnep. Az Úr Jézus születésnapja. Az Úr Jézus születésnapja. Na, befejeztem a fordulást. Hát most már tudjuk.
karácsony? Igen! Igen, én már megjött a kis vendég. Egy kis szállóban született, biztos volt a Betty-nek tanár. De sehol sem volt hely. És miért örül nekünk a karácsony estét? Mert Jézus miattunk született meg. Hogy igazán tudjuk örülni. A gyermekek úgy örültek annak, hogy ma örülni kell, hogy majd szétvetették a házat. Csöndesebben! Megtanítalak benneteket egy szép dalra, amit erre az estére tartogattam karácsonyi ajándéknak. Ki tudja azt, hogy melyből az angyal? Én nem! 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 Hogy gyere segíts! A gyerekek énekeinek bizonyára örülnek fönn a mennyben, hanem annál kevésbé örülnek odafent az első emeleten. Ott egy gazdag úr lakik egymaga a 9 szobában. Annyi pénze van, hogy meg se tudja számolni. Amikor fölhangzott a földszinti szobából az ének, eleinte nem akart rá figyelni, de amikor már 10-szer is újra kezdték, nem állhatta tovább. Ugye kell János mester, a cipész? Igen, és szolgálászára, uram. Ugye mondja cipész barátom, hogy lehetnek ilyen vidámak, szegény létükre? Hallottam, hogy énekelnek. Az igaz, hogy nincsen fényes lakosztályom, sem pénzünk, még karácsonyfára sem fellem van. Az is igaz, hogy a családról egymagad gondoskodom. De nem egyedül. A jó Isten, amit látszogom. Ez nagyon szép, de a szegénységnek örülj. Ilyet még nem hallottam. Nem a szegénységnek örülni kérem, hanem annak, hogy a téli hidegben nem csak a szobák meleg, hanem a szívünk. Tudja maga, mit jelent karácsony estén együtt lenni, és szívünk valaki igazán szeretni, és énekelni. Igaza van. Fényes a lakosztályom, pénzem, mint a tenger, és mégsem vágyom hazamenni. Az ételnek sincs íze, nincs minek örülni. Olyan üres az otthonom. Kérem, adja nekem a gyermekei közül valamelyiket. Én is szeretnék egyszer úgy érezni, mint magunk most, karácsony este. Nem, uram, nem lehet. Mind drága nekem, és mind szeret engem. Na, gyerekek, aki eljönne hozzám, csuda jó dolga lenne. Új ruhát kapnak tőlem, meg csokoládé, reggelire kakaó, omlós karácsony. Nos, mi szeretne eljönni velem? Én aztán nem! Én se adom itt a édesapát és a testvéreimet. Inkább viszok reggel tehet kalács nélkül. Mert akkor ki fogja a kumelt várni apának? És ki fogja megfőzni az ebédet ennyi éhes szájnak? És ki segít majd énekelni? Amikor felnök én, hogy cipész akarok lenni? Bácsi, mi nem megyünk sehová. Nagyságos uram, kérem tőlem akármit a világon, de egyik gyerekemet sem adhatom oda magának, ha már az Isten nekem teremtette őket. Akkor legalább annyit tegyen meg, hogy ne énekeljen többet a gyerekeimmel. Nem kívánom mindent. Fogadjon el tőlem 1000 pengőt ezért az áldozatért. János mester még csak kimondva se hallotta ezt a szót. 1000 pengő, és most mind a markába nyomták. Nagyságos úr felment a lakásába. János mester és a gyerekek hallgattak. Édesapa, énekeld el még egyszer azt a szép éneket, meg elfelejtessem.
Nem szabad énekelni. Játszunk is tovább. Mi is egy ilyen? Letette az asztalra a bankót, futott vissza öveihez. Megsimogatta valamennyit, közeljük ült, és elkezdtek újra tiszta szívből énekelni. Mendől az anyja eljött hozzátok, kedvük volt, mintha az övék lett volna ez az egész nagyház. Aki pedig ez a nagyház volt, azon gondolkodott magában, vajon mi örülni valót találnak azok ott lent ebben a nagy, unalmas világban. Köszönjük szépen, gyerekek! Most pedig az ifjaink szolgálata következik. Ők is egy színdarabot készítettek elő ma estére. Hanem tegnap este a dermesztő hidegben hazafelé menet három hajléktalant pillantottam meg, amint a gyérfény alatt videregve beszélgettek. Feléjük közeledtem, amikor meghallottam, miről kezdtek beszélgetni. Érdekesnek találtam. Kíváncsi voltam, miről kezdtek, hogy hogyan sül ki majd a beszélgetésük. Így hát leültem egy közeli lócára. Elmesélem nektek, mit hallottam tőlük. Még az éjséggel valahogy megbírkóznánk, de ez a hideg.
Nem érzem a lábamat. Na, én azt mondom, még annak örülünk, amit érzünk. Jól beszél, szegény Laci. Tegnap óta már nem sokat érez. Véke poraira. De legalább a kabátja megmaradt nekem. De ez a híre se túl kellemes. Pláne, amikor látjuk, hogy a gazdagok dúskálnak a finomnál finomabb ételekben. Ezek az ünnepeken még többet vásárolnak is, még többet pocsékolnak. Egyszer meg tudnám érteni, hogy mire van a felhajtás. Hát hogy mire? Hát mindjárt itt a karácsony. Jaj, ez az a nagyon a felhajtása. Ez nem csak a szeretett ünnepe, hé. Hát tudod te egyáltalán kinek a születésnapja ez? Nem tudjuk. De hogy Laci meghalt, azt tudjuk. Nem hagyott egyebet a kabátjában, csak egy kis kék könyvet. De hiába annyira bunkok vagyunk, hogy még olvasni sem tudunk. Hát várjál már, hé. De hát én tudok olvasni. Na, ide vele. Jó van, na hát ki tudta. Tessék. Aztán van benne egy-két összehajtott papír is. Fog már meg, lefagy az összes kezem. Ezt a Laci írta? Tudjál benne? Neki nem is szólsz róla, figyeljetek. Olvasom, na. Érzem, hogy nem fogom túlélni az éjszakát. Sok nehéz szeret részentem már rá, de biztosan tudom, hogy ez most nem így lesz. Ha már az egész életemet elmondottam, legalább így a halálhoz közeledve megosztom veletek ebben a levélben, amire sajnos csak nemrég jöttem rá, hogy mi az egyetlen, ami értékes, és még a magunk fajtáknak is vigaszt lehet. Ezekről a dolgokról sosem beszéltem nektek, de most elmondok mindent. Anyám belehalt a szülésbe, apámat sohasem ismertem, ezért nagyanyám nevelt. Mária szép és fiatal lány volt, József jegyese. Egyszer egy angyal jelent meg Máriának, és elmondta neki, hogy gyermeke fog születni, akinek maga Isten lesz az apja. Képzelheted, milyen furcsa dolog volt ez, de József nem hagyta el Máriát, kitartott mellette. És amikor Betlehembe kellett menniük a császár parancsára, akkor ott megszületett a kis Jézus egy istállóban. De mama, Isten miért akart, hogy a fia egy istállóban szülessen meg? Miért nem maradt Jézus mennyben az apjával? Azért, drágám, mert nagyon szeretett minket, és csak így tudott megmenteni, hogy mi is vele lehessünk a mennyországban. De a pásztorok és a bölcsek elmentek és meglátogatták a kis Jézust. Sőt, még ajándékot is vittek neki. Most mondjuk el ezt a verset, amit tanítottam neked. Kis Jézuska ünnepedre mi jót hozzak én neked? Keresd értem, s nem találtam más, csak a kis szívemet. Ezt hoztam el Jászlókhoz, fogadd el és örülj neki, bár én adná ünnepedre mindenki. De én éreztem sokáig már a szeretetét. 8 éves koromban én is meghalt. Áruházba kerültem, ahol nagyon rosszul váltak velem. Te! Nem megmondtam, hogy ma este te mosogatsz! Azt hiszed, amiért karácsony van, megúszod! Indulj, amíg szépen van, Dorfi! Teljesen megfelelkeztem azokról a dolgokról, amelyeket egykor mamám tanított nekem.
gyümölcs kezdtem. Ebben az időszakban ismertelek meg titeket, és lettetek a váltásról. Azóta ismertek, még ha nem is úgy, mint most, hogy olvassátok ezt a levelet. Ma reggel a templom előtt kondultam, és valahogy felfigyeltem arra, hogy miről is beszélnek ott. Ennyi év után ismét hallottam a Jézusról szóló megható történetet, amit mamám mesélt nekem először. Az egyik ember a templomból kifelé jövet, apró helyet egy kis kék könyvet tett a dobozomba, amit ti is a kezetekbe tarthatok most, ha ezt a levelet olvassátok. Amikor kinyitottam az új szövetséget, már Máté első fejezetében találkozhattam Jézus születésének a történetével. Elolvastam, és végre megértettem. Fiúk, Jézus miattunk is eljött a földre, és neki sem volt hajléka. Vállalta azt a kiszolgáltatottságot, amiben mi is vagyunk. Értitek ezt? Most már rájöttem, miről is szól a karácsony. Mindennél jobban vágytam arra, hogy én is adjak Jézusnak valami ajándékot, mint a bölcsek. De álmodozásomból fel kellett ébredjek. Még ha lehetőségem adódna is, akkor sem lenni semmi, amit neki adhatnék ajándékként. Ahogy ezeken a dolgokon gondolkodtam, elaludtam. Álmomban ott álltam Jézus jászolával szemben, aminek a hátánál Mária és József volt. Gyere bátran, hozd ide az ajándékot. Jézus! Semmit sincs, amit adhatnék neked. Szegény vagyok. Az egész életemet elrontottam. Egyedül a szégyenem és a bűneim maradtak. Csak a szegény és bűnös életemet adhatom neked. Ez az eddigi legszebb ajándék. Könnyékkel a szememben ébredtem, és akkor úgy éreztem, ezt az örömet veletek is meg kell, hogy osszam. Amikor fel akartam állni, a lábaim már nem engedelmeskedtek nekem. Egy lopott tollat és egy szakadt papírt vettem elő, amit a kukában találtam. Úgy gondoltam, ha már hozzátok nem tudok visszamenni, egy levelet hagyok a kis bibliámban, a kabátom zsebében, hát ha megtaláljátok. Én megtaláltam a békességemet, az üdvömet, Jézust. Ott a templom előtt még épp idejében elcsípett a kegyelem. Kívánom, hogy ti is azt adjátok Jézusnak, ami a legértékesebb ajándék. Boldog karácsony! Én mindig is tudtam, hogy szerint teremtés ez a Laci. Én is ott voltam múltkor, amikor két tollért csak egyet lopott. Higgyétek el, ha tudtam volna, hogy ilyen szépeket tud írni, elloptam volna ki a másikat is. Elcsípte a kegyelem. Az meg mit jelent? Ó, biztos rajta kapták valami csintevéssel. Kapott egy második lehetőséget és eltogatott. Mielőtt még meghalt, találkozhatott Jézussal, és szerintem ezt akarta nekünk elmondani. Hát igen, megeshet. De tudjátok, nem ismertük Latit igazán. Hát miért rossz, mi ismerjük egymást. Csak annyit tudunk egymást, hogy így csövezünk, utána ma holnap meghalunk, mint Laci. Hát, akkor mire várunk? Meséljük el egymásnak a történetünket, hogy jutottunk ide. Vállaljuk be nyugodtan a szégyenünket, a múltbéli hibáinkat. És ajánljuk fel ezt a Jézusnak, hiszen Lacinak sem volt egyebben, mint ami nekünk van.
Ezek az emberek minden nehézséget, megpróbáltatást, és nem utolsó sorban a fagyot feledve, elmondták egymásnak történetüket azon a karácsony estén. Úgy gondolom, sokat tanulhattunk Lacitól, az elhunyt hajléktalantól. Bár sokan elítéljük a hajléktalan, beteg, koszos, rongyos ruhákban járó embereket, Laci mégis olyan örökséget hagyott a barátaira, amelytől felolvadt a szívük a dermesztő hidegben. Azt hiszem, azon az estén őket is elcsípte a kegyelem, mint Lacit, akit Jézus születésének ünnepén újjászületetett a kegyelem. Thank you.
Hát ennyi fért bele ebbe az estébe. Köszönjük szépen a türelmeteket, amivel végig hallgattátok ezeket a kisebb előadásokat, szavalatokat. Én hiszem, hogy az Úr Jézus nagyon örült neki, a gyermekeink szolgálatának, a fiataljaink szolgálatának, és hát azt hiszem, hogy egy találó végszó lenne az, hogy remélem, hogy sokakat elcsíp a kegyelem ezen túl itt Kécben is, hiszen rengeteg olyan vergődő élet van, mint akár amilyen az a Laci is volt. Természetesen nem kell ahhoz hajléktalannak lenni, nem kell utcára kivert embernek lenni, hogy nagyon szegényen és nyomorultul éljük le az életünket. Láttuk a gyerekeink színdarabjából is, hogy lehet valaki nagyon gazdag, mindene meg lehet, de mégis boldogtalan, hogyha nincs szeretet a szívében, hogyha nincs közössége, hogyha nincsenek körülötte olyan emberek, akik szeretik, és hogyha nincs Istene, akkor, akkor a legboldogtalanabb. Nos hát, nagyon kívánjuk, hogy ugye a versben is, amit az elején hallottunk, elhangzott az, hogy milyen szomorú az, hogy a modern karácsonyhoz minden hozzátartozik, csak éppen az nem, hogy az Úr Jézust imádjuk és dicsőítsük. Nagyon remélem, hogy ezen a karácsonyon több hajlékban is, itt Kécben is, meg aztán Margitán, meg bárhol, ahonnan jöttetek, drága testvérek, több hajlékban is igazi csendességben, békességben naggyá emelik Jézusnak a nevét. És valóban hódolni fognak ő előtte. Mi ezért imádkozunk, és ezt kérjük el az Úrtól, hogy sokaknak a szívét megérintse a karácsonyi örömüzenet. Az, hogy Isten eljött közénk, mert annyira szeretett bennünket, vállalta azt, hogy semmivé legyen, azért, hogy én valaki lehessek, hogy az én életemnek értelme lehessen. Nincs olyan ember ezen a világon, akinek az élete ne bírna valamilyen értelemmel. Akinek az Isten ne szánt volna valamilyen életcélt. És nincs olyan elrontott élet, talán ez is kiviláglott ebből az utolsó színdarabból, hogy nincs olyan elrontott, elszúrt, félretett élet, amivel az Isten ne törődne, amit az Isten ne tartana fontosnak. Lehet, hogy éppen úgy érzed magad, mint egy félretett ember, úgy érzed magad, mint akit senki nem szeret, és senki nem foglalkozik vele. Úgy érzed, mint akivel nem törődnek igazán. Szeretném, hogyha úgy mennél innen haza, azzal a tudattól, hogy az Isten szeret téged, az Isten törődik veled. Te vajon törődsz az Istennel? Te vajon komolyan veszed-e az Isten? Te vajon jössz-e úgy az Istenhez, mint ahogy ide jön az én fiam? Mert itt érzi magát biztonságban, hogyha megragadhatja a nadrágom szárát, és sírni is igazán apának meg anyának lehet, mert ők értik. Lehet, hogy néha nem értik, hogy miért sírok, meg miért van bajom, de szeretnek engem annyira, hogy törődnek velem. Vajon te ma este odajössz az Istenhez, és megrángatod-e a nadrágra szárát, és elmondod neki, hogy itt vagyok, Uram, tégy valamit az életemmel. Úgy, ahogy ez a Laci azt mondta ott a Jászolnál, ott a bölcsőnél, hogy én csak a bűnös életemet tudom hozni elé. Tégy valamit az én életemmel. Könyörülj rajtam. És biztosak lehetünk benne, hogy Isten felemelte Lacit, úgy, hogy én felemelem a fiamat. És a fiam is megnyugszik. Mert tudja, hogy jó helyen van. Te tudod, hogy jó helyen vagy az Isten közelségében? Tudod, hogy ez a te helyed? Tudod, hogy ez a legjobb hely a világon? Az Isten ölelésében? Szeretném, hogyha ez a tudat járná át a szívünket ma este. Szeretném, hogyha valóban így tudnánk imára hajtani a fejünket is, amikor hálát adunk Istennek azért, hogy törődött ma este velünk. Hogy meglátogatott bennünket 2000 évvel ezelőtt, hogy érettünk adta az ő egyszülött fiát. És nekünk őre jár van szükségünk, elsősorban őre jár. Minden másodlagos. Az egészségünk,
a pénzünk, a hivatásunk, a minden egyéb másodlagos. Ha Isten szeretet ott van a szívedben, és hogyha ő benne bízol, és őt követed, akkor minden, amire szükséged van, megadatik néked. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát imádságban Istennek ezért a csodálatos lehetőségért, csodálatos estéért. Drága Urunk, nagyon köszönjük neked azt, hogy fölénk hajoltál ezen az estén. Sőt, azt köszönjük neked, hogy te már a világ teremtésekor úgy hajoltál a világ fölé, azzal a szándékkal, hogy ennek a világnak jó élete legyen. Mert te láttad, hogy az, amit teremtesz és amit létrehozol, az igen jó. És te örülni akartál a világnak. Te jó kedvedben teremtettél bennünket. És a magad képmására és hasonlatosságára formáltál bennünket. Urunk, köszönjük, hogy neked terved van ezzel a világgal, és ami még csodálatosabb, terved van az életünkkel. És köszönjük, hogy ma este azt az üzenetet hallhattuk, hogy te, aki a leghatalmasabb vagy, aki olyan hatalmas vagy, hogy nem tudunk felérni téged emberi értelemmel, te a leghatalmasabb, lejöttél erre a földre, és semmivé lettél, egy kiszolgáltatott embrióvá lettél, azért, hogy megmutasd azt, hogy mennyire szereted ezt a világot, mennyire szereted a mi életünket. Semmivé lettél, hogy mi valakik lehessünk. Hála neked ezért, Urunk. Bocsáss meg, kérünk, hogy nem tudunk ennek nagyon sokszor örülni. Beérjük sokkal kevesebbel, mint a te szereteteddel. Elég nekünk az ajándék a fa alatt, elég nekünk az parányi szeretet, amit egymásnak tudunk adni, elég nekünk a gyertyafény, elég nekünk a karácsonyfa, elég nekünk a pár nap a szeretetre, és annyira bezsugorodik az életünk, annyira bezsugorodik a karácsonyunk, annyira bezsugorodik a látásunk, miközben itt vagy te, a mindenségnek az ura, és azt szeretnéd elmondani nekünk, hogy túl mindenen, te nagyon szeretsz bennünket, nagyon fontosak vagyunk számodra, hogy nem kell reménytelenül vergődjünk és éljünk ebben a világban, nem kell arra gondolnunk, hogy mi lesz velünk, és mit ér ez az emberi élet, hiszen úgyis meghalunk, úgyis mindent magunk mögött hagyunk, miért kell akkor gürcölni, miért kell akkor próbálkozni, törekedni, mi értelme van ennek az egésznek, ha úgyis egy pár évtized után mindennek vége szakad. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell ebben a szörnyű reménytelenségben éljük az életünket. Mert tudhatjuk azt, hogy te örökké való életet készítettél, örök életet készítettél el azok számára, akik hisznek benned, akik hozzád menekülnek, akik a te karjaidba szaladnak. Urunk, kérünk, bocsáss meg a mi nyakasságunkat, a mi büszkeségünket, a mi felületességünket, a mi lelki lustaságunkat, hogy nem keresünk nagyon sokszor téged. Bocsáss meg az igénytelenségünket is, Urunk, hogy elég nekünk a kevesebb, elég nekünk a rosszabb, elég nekünk a talmi, az értéktelen, miközben te igazi kincseket kínálsz számunkra. Urunk, szeretnénk beléd kapaszkodni, és szeretnénk arra kérni, hogy ebben a gyülekezetben is végezd el azt a munkát, aminek a nyomán életek változnak és újulnak meg. És hálát adunk azokért az életekért, amelyek már megújultak. Hálát adunk azokért a testvérekért, akiket már nyakon csípett a kegyelem. És imádkozunk azokért, akik még nem találkoztak veled, akik még mindig elfordítják az arcukat felől, te tőled. Urunk, hadd lehessünk mi is a te angyalaid, küldötteid, akik ebbe a sóvárgó világba elviszik az örömüzenetet, hogy van megoldás, van remény, van élet, van Isten, és a karácsony erről az Istenről szól. Köszönjük neked, Urunk, a szolgálatokat, gyermekeinknek, fiataljainknak, a szorgalmát, kitartását, amivel készültek el az ünnepre. Köszönjük neked családjainkat, köszönjük a fészek meleget, az otthonainkat. Köszönjük, hogy mindannyian úgy mehetünk haza innen, hogy van valakink. Addulunk, hogy valóban emellett fontos legyen a te jelenléted is az életünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy
Elkérhetjük az áldásokat az ünnep további részére is. Kérünk áld meg a holnapi napunkat, az úrvacsoraosztást, a holnap esti koncertet, és minden ünnepi megmozdulást itt ebben a gyülekezetben, attól, hogy minden rólad és a te végtelen nagy szeretetedről szóljon. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott könyörgésünket. Nem a mi érdemünkért, hanem a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak az érdeméért. Amen. Jöjjetek, mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusunknak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek, még egy pár percre. Amíg néhány dolgot még elmondok. Az egyik dolog az, hogy nagy szeretettel ajánlom a figyelmetekbe az adakozást, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Szeretném, ha azt is tudnátok, hogy minden perselyes adományunkkal légátus testvérünknek a tanulmányait segítjük. Ez így szokás, ez így szép, ez így jó. Ha mi gyülekezeteinkből küldünk teológusokat, akkor vállaljunk értük anyagilag is felelősséget. Tudjuk azt, hogy milyen nehéz sokszor egy egyetemen kitanulni. Szeretnénk tehát, hogyha valóban segítenétek az ő tanulmányait, az ő szolgálatát, tehát úgy persejezzetek, úgy adakozatok, hogy ez a persejezés is, a mai, ma esti is, és aztán végig az ünnepi persejek az ő tanulmányainak az anyagi támogatását szolgálják. Az ünnepi programról mondanám azt még el, hogy tudjatok róla, mindig el szoktam mondani, már 13 éve lehet, hogy nagyon unjátok már, de hát főleg azok, akik ritkában hallanak engem, azok most megbocsátják, hogy én úgy szeretném holnap délelőtt is ezt a nagy tömeget ott itt látni a templomban. 13 éve mondom, és soha nem vált valóra, tehát még mindig pusztába kiáltott szó vagyok, de nem, én kitartó ember vagyok. Hát itt vagyok a nyakatokon már 13 éve, nem? Tehát kitartok. És mondom azt, hogy holnap délelőtt 11 órakor urasztali közösséggel egybekötött ünnepi istentiszteletünk lesz. Ráadásul az az örömhírem, hogy nem én fogok prédikálni. Minő megkönnyebbülés, hanem a légátus testvérünk fog szolgálni. És hadd kérjelek benneteket, hogy minél többen legyünk itt. Jó? Úgy osszátok be az időtöket, hogy erre mindenképpen jusson idő. Mert ez a lényeg. Ez a lényeg a karácsonyban, hogy itt legyünk, közösségben legyünk és az Urat imádjuk. Hát holnap délelőtt 11 órától kezdődik az ünnepi istentisztelet, majd pedig délután 6 órától ismét egy különleges alkalom, ami már lassan hagyományá épül. Az a hagyományos karácsonyi koncert lesz itt megtartva a gyülekezetünkben, amit a környék három gyülekezetének ifjúsága készít elő, már évek óta a margittai, az érszörős, illetve a magyar kéci fiatalok, és ők nagyon nagy munkát is fektettek ebbe bele, nagyon-nagyon nagy lelkesedéssel szeretnék ezzel szolgálni az Urat, és szeretnének megörvendeztetni benneteket. Tehát kérünk benneteket, hogy halljátok meg ezt a meghívást. Holnap este 6 órától karácsonyi koncert lesz itt a templomban. Fiatalos, modern énekek lesznek, zenekarral, tehát sippa, dobba, ládi hegedűvel, minden téla hangszerrel, amit csak el tudtok képzelni. Nagy-nagy szeretettel hívunk és várunk benneteket tehát holnap este 6 órára is karácsonyi koncertre.
És aztán karácsony másodnapján egy Isten tiszteletünk lesz itt a gyülekezetben délelőtt 11 órától. Az lesz az ünnepzáró Isten tiszteletünk itt Kécen. Ezen az Isten tiszteleten is teológus testvérünk fogja hirdetni az igét. Erre is nagyon nagy szeretettel várunk benneteket. A kórusunk is fog szolgálni ezen az együttléten. Majd pedig ugye karácsony másodnapja délutánján ugyanezt a karácsonyi koncertet Érszőlősön fogjuk megtartani, tehát akik esetleg innen lemaradtak, azok átjöttnek Szőlőse, vagy hogyha annyira tetszett, hogy még egyszer meghaladatnák, akkor ezért is eljöhetnek Szőlősre. Én kívánom azt, hogy az Isten gazdagon áldja meg a ti ünnepeteket. Ne felejtsétek, hogy a karácsony Krisztusról szól, ő lakozik gazdagon a ti szívetekben. Most egy záró éneket fogunk énekelni, azután pedig a gyerekeinknek ki fogjuk osztani a karácsonyi csomagokat. Jó lesz ez? Jó ötlet? Úgy gondoljátok? Úgy hallom, hogy ebbe beleegyeztek. Rendben. Záró énekként akkor a 437. énekünket énekeljük. Ezt már remélem, hogy tudja mindenki, az előző éneket nem igazán sokan énekelték, de hát, hogyha ezt se tudjuk, akkor nagy bajban vagyunk. Csendesé, szentségesé, mindenek nyugta mé, a 437. énekünket énekeljük. Hát ez közel van. Nem végleges csoport.